Ez itt Beginner Angler. Én Tibi vagyok, és ez itt az új YouTube csatornám. Szevasztok srácok, jelentkezem a Method OB első kötelező edzésnapjáról. Ma péntek van, hát elég cudar az időjárás, nagyon úgy néz ki, hogy ránk fog szakadni itt az ég, úgyhogy sátrat már bekészítettem, illetve mindent, amit csak lehet. A mai nap a kamerázást még igazából meg tudom oldani, de sanszos, hogy a Method OB-n nem fogok engedélyt kapni a mohosztól arra, hogy kamerázzak, de Beginner Anglert nem lehet kicselezni. Meg fogom oldani ezt valahogy, ezt a problémát. Úgyhogy egy háromnapos összefoglalóval fogok jelentkezni, egy kicsit hosszabb videóval. A mai nap az az edzés, holnap az első forduló szombaton, illetve vasárnap a második forduló. Egy cél van erre az egész selejtezőre, a top 20. A top 20-ba, ha bekerülök, akkor indulhatok a Method OB döntőjében, ami augusztus elején lesz. A kajám az igazából, amit találtam otthon, ezt ma nem fogom túl bonyolítani ezt a dolgot. Kettő bottal készültem, a Döme botommal, illetve a 3 méteres Léda Concept GT-mmel. Hát fogok egyet dobni bentre, aztán kintre. Az etetőanyagot azt igazából már bekevertem, most jelen pillanatban 9 óra van, 10-től 3-ig tart a peca, ugyanúgy, mintha egy verseny lenne. Aztán igazából a mai napra ennyi. Úgyhogy remélhetőleg még jelentkezem. Srácok, 2 óra telt el a kötelező edzésből, eddig egy darab keszeget és egy darab teknős békát fogtam. Mára nagyjából ez is volt a terv, hogy ne fogjak szinte semmit, mert ez a taktika része. Mindenkit félrevezetek. Úgyhogy jelen pillanatban ennyi az állás. Az időjárás az nem éppen kedvező, most kicsit elkezdett cseperegni az eső. De hát ez reméljük, hogy nem fog levonni semmit. Úgyhogy reméljük, hogy nem szakad le itt az ég. Mert hát ez nem lenne jó senkinek sem. Amit észrevettem a versenyen, és akkor egy pár belső információt elmondok nektek. Ugye általában mindenki egy darab háttéremberrel érkezik, vagy pedig csapattal. A háttérembert azt úgy értsétek, hogy ugye egy ember horgászik, aki ugye a versenyre benevezett, és ő hozott magával valakit, és hogy általában ezek a valakik így körbe-körbe sétálgatnak a tavon, és így nézik, hogy mások hogyan pecáznak. Gondolom esetleg itt a etetőanyag színe, a csalinak a színe, formája. És így szépen így gyűjtik befelé az információt, de Beginner Angler mindenkit átver, mert hogy én egyáltalán nem az a horgászom, mint amivel eddig pecáztam. Úgyhogy egy talány vagyok, srácok. Egy talány! Ezt a 3 órát még valahogy végig szenvedem, mert igazából semmi kedvem nincs ez a kötelező edzésnaphoz, de mivel a nevében is benne van, hogy kötelező, ezen ugye részt kell venni. Nagyjából azért az ütemeket próbálom tartani, és én kitoltam egy 8-10 percre azt a 5-6 percet, amit itt ezen a palotavárosi tavon amúgy szoktam csinálni. Úgyhogy hát most az van, srácok, hogy elköszönök, meg ki kell nyitnom az ernyőmet, mert elkezdett esni az eső. Ennek a mai napnak mindjárt vége van. Fogtam 2 darab dévérkeszeget, egy nagyon szép 3,5-4 kilós nyurgapontyot, illetve egy teknős békát. Úgyhogy ennyit a mai napról. Nem nagyon vittem túlzásba, de ahogy láttam, és ezt itt tényleg egy ilyen belső információval erről a versenyről, és ezt az egész videót is azért csinálom, hogy belülről lássátok, hogy hogyan néz ki egy ilyen Method OB selejtező. Senki nem vitte túlzásba ezt a mai napot. Voltak persze egy-ketten, akik megpróbálták még ezt a mai napot is kimaxolni, amennyire csak lehet, de itt ez jelen pillanatban már nem erről szól.
Itt úgy gondolom, hogy a 60 horgászból, vagy 58-ból, nem tudom, hogy hányan indulunk pontosan a metód és első selejtezőjén. Hát szerintem lehet, hogy sokat mondok, hogyha 10-15 olyan horgász volt, aki tényleg így tartva az időket, bekeverve azt az ötletőanyagot, amivel esetleg ő holnap már szeretne horgászni, azokkal a csalikkal horgászva megnézze azt, hogy körülbelül itt mert mit lehet fogni ez alatt a röpke 5 óra alatt, amíg a versenynek az ideje tart. Hát a maradék 40-45 ember az már nem bízta ezt a véletlenre. Ezek az emberek már réges-régen tudják azt, hogy mi az a csali, mi az az etetőanyag, mi az a jelleg, mi az a szín, mi az az ízvilág, ami itt működni fog, és ők már a holnapra készülnek igazán. Úgyhogy a mai nap bejelentkezése egyelőre ennyi, és lassan össze fogok majd pakolni, mert 3 óra, aztán elmegyek a szállásomra, este kötögetek egy kis horgot, és holnap reggel 7:30-kor a sorsolásnál remélhetőleg egy nagyon jó helyet fogok húzni. Úgyhogy tartsatok velem holnap is. Szevasztok srácok! Eljött a nap, metód OB. A 61-es helyen ülök. Ami hát nem igazán kifejezetten egy jó hely, viszont van egy csoda fegyverem. Míg a Mobito 1-es verseny alkalmával ezt a zöld színű ruhacsipeszt kaptam BG alias Bódis Jánostól. Ezt ma fölakasztom ide a kis pólómra, és remélhetőleg őrült egy szerencsét fog nekem hozni. Sajnos a verseny közben hang videót nem tudok készíteni, viszont meg fogok kérni valakit, hogy a horgászatomat azt vegye föl, ugye hang nélkül, max alá narrálom, vagy esetleg feliratozom. Jelen pillanatban 8 óra 20 perc van, 8:30-tól lehet bepakolni a horgászhelyre, addig itt a sávon kívül, a szektoron kívül kell a cuccokat berakni. Azt, hogy milyen etetőanyagot használok, azt most elmondom, mert ezt a videót csak a jövő héten fogom közzétenni. Novák Féder két termékcsaládja, mind a kettő a Big Methodból. Az egyik az az ananász vajsav, a másik pedig az édes kukorica, ezt fele-fele arányban keverem. Ez a múlt heti versenyen is ugyanígy csináltam. A csaliaim azok ugyanúgy a kukorica, a szemest azt nagyon durván erőltetni fogom, pláne az első 2 órában, aztán pedig majd szépen egyre-egyre jobban veszem vissza a kukoricát, ugye a termék kukoricát. És csalizni is azzal fogok. Két távot fogok csinálni, az egyik 52 méterre, a másik pedig 14 méterre. Ez a 14 méteres táv, ez már a múltkori videómban is nagyon-nagyon jól működött. Úgyhogy a taktikát úgy fogom felállítani, hogy először a hosszúra fogok kezdeni, aztán pedig egy 2 óra pihentetéssel kijövök ide erre a 15 méteres távra, 14-15 méteres távra. Úgyhogy a etetőanyagomat 3 külön részre fogom osztani, és egyre-egyre kevesebb szemes takarmányt fogok belerakni azért, hogy az utolsó 2 órában mennyiségi halat tudjak fogni innen erről a rövid részről. Egy jelen pillanatban ennyi. Drukkoljatok! Kilenc óra lesz 2 perc múlva, 2 perc múlva kezdődik a limit ellenőrzés. A cuccom már itt van, 12 liter, ugye ez a hivatalos mérőedény, úgyhogy ebben kell beleférnie mindennek, a pelleteknek, a locsolóknak, a különböző dipeknek, bojliknak, etetőanyagnak, mindennek, amit beszeretnénk vinni, és 9 óra után kocsi bezár, és onnantól kezdve már nem lehet semmit sem bevinni a boxba. Hajrá! Srácok, az van, hogy a verseny hamarosan kezdődik. Most kijöttem ide a kocsihoz, itt ülök. Ugye az van, hogy hát a videóimban ti nem szoktatok látni engem dohányozni, mert amúgy egy nagyon-nagyon csúnya dolog, de hogy ennek a káros szenvedélynek azért én élek. És
Most kijöttem egy dohányárút elgyúrantani. Aztán még 10 perc van az etetésig. Úgyhogy próbálok majd így, ebben a formában kis összefoglalókat csinálni innen a kocsinak az árnyékából. Úgyhogy hát remélhetőleg ma szerencsém lesz. Bódis Jani csipesze itt van rajtam. Nem igazi szerencsét hoz. Úgyhogy srácok. Bukó. Még egy óra van vissza a versenyből. A rövidebb táv az, amit erőltettem inkább. Az utolsó egy órára visszamegyek hosszúra. És ennyi. Egy darab pontyot tudtam fogni. Az mondjuk 6 kiló. Illetve egy olyan 8-10 darab kárászt keszeget. Egyelőre ennyi. Na, srácok, első fordulónak vége. Én már bepakoltam a kocsiba. 8110 gram halat fogtam. Hát, gondoltam, hogy ez a pálya, ez nem lesz éppen a legeslegjobb, ez a 61-es beülő, de ennyire azért nem gondoltam, hogy rossz lesz. Érdekes, ez a tó a szélén. Másfél kiló halat fogtam csak. Úgyhogy nem minden tavon érvényes az, hogy a szélek jól tudnak működni. Ezen a tavon kifejezetten rossz a széle. Úgyhogy a taktikán egy nagyon picit változtatok holnapra. Szerintem 10, jó esetben 9 ponton van, de szerintem inkább 10. A másik oldal azért az lényegesen jobb, úgyhogy várom a holnapi napot. Addig is sziasztok, holnap tartsatok velem. Srácok, 3 óra telt el a versenyből, és egy halat se fogtam. Még kapásom se volt. Viszont egy pozitív dolog van ebben a mai napban. Sisa Józsi mellett ülök. Hát öröm nézni, ahogy horgászik. És ha más nem, már csak azért megült. Megérte ide ülni, hogy tanuljak. Egy halam sincs. 2 kapásom volt. Majd még jön. There's a universe inside you. You've gotta give it room to breathe. So let the universe excite you. 'Cause that's the way it's meant to be.